Szeretettel üdvözlök mindenkit. Egy olyan elmélkedést választottam mám, amikor több személy is részt fog venni e délelőtti óra elmélkedésében. Egy olyan személy, az első személy, akit meg szeretnék említeni, egy könyörületes megváltó. Éreztétek már életetekbe, hogy valójában egy igazi megváltóval van dolgotok? Aki életét adta, aki feláldozta az ő életét, meghalt, és elszenvedte azon szenvedéseket, amelyeket az ő teremtményei vittek véghez vele, és ő mégis megmaradt, mint egy könyörületes megváltó. Erről fogunk elmélkedni, és azon személyeket is, akiket meg fogok említeni, valójában olyan személyek, akik megérezték, és részük volt abból, hogy a Jóisten maga az Úr Jézuson keresztül könyörületes volt hozzájuk. Szeretném felolvasni elsősorban az alapígét, amely a Lukács 5. fejezetének 27-től a 29. terjedő versében található. Lukács 5, 27-től 29-ig. Ezek után pedig kiméne és látta egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ül vala, és monda néki, kövess engem. És az mindeneket elhagyván felkele és követi őt. És Lévi nagy lakomát készítené ki az ő házánál. És valahogy nagy sokaság a vámszedőknek és egyebeknek, akik ővelük letelepedtek volt. Ez volt az alapíge, amit felolvastam. Kiment Jézus, így hangzik az íge, és látta egy Lévi nevű vámszedőt. Az ő neve szerint ő tulajdonképpen egy zsidó személyiség volt. Érdekes, hogy nemigen találunk egy olyan szemét az Izrael és a zsidó nép között, aki vámszedő lett volna. De azt is meg tudom magyarázni, és bizonyságul tudom mondani, hogy miért volt ő tulajdonképpen, mint zsidó, vámszedő. Azt mondja itten a feljegyzés, az Úr Jézus jött egy olyan helyről, ahol meggyógyított egy ördöngöktől megszállott szemét. Tudjuk a gadarénusok földjéről, hogy mi történt ottan, és onnat jöve eljutott az Úr Jézus Kapernaum városában. A város kapujához érkezve látta, hogy egy fiatal ember ül a vám szedőként. A római tisztviselő nem volt ebben a városban, tehát nem volt római tisztviselő, akit oda tehettek volna, hogy ő legyen a vámszedő. Így ez a zsidó volt Heródes Antipás szolgálatában, és úgy jutott el a Lévi nevezetű személy, aki vámszedő volt. Mint vámos írás tudó ember volt, és arám nyelvben mellett görögül is tudott. Tudjuk azt, hogy az Úr Jézus is az arám nyelvet beszélte abban az időben, földön léte ideje alatt. Nincs feljegyezve, hogy más nyelvet esetleg nem beszélt, de különlegesen eztet olvastam, hogy ő az arám nyelvet beszélte. De ez az ember még több nyelvet is tudott, amint felolvastam, görögül is tudnia kellett. Egy vámszedői hivatalt nem tudott betölteni valaki, aki nem tudott írást, vagy akinek nem volt egy olyan felkészültsége, amivel ezt a szolgálatot tudta volna végezni. Elhaladva mellette Jézus a vámszedő Lévire tekintett, és ezt mondta neki, kövess engem. Nem tudom, hogy ha ilyen esetben lenne részünk az életben, amikor
nem is tudjuk, hogy ki az, valaki elmegy mellettünk, és valami céllal azt mondja nekem, vagy neked, vagy bármelyikünknek, kövess engem. Mit tennél? Lehet, hogy azt mondanád, hogy nem ismerlek. Miért kérsz ilyet? Miért kell én kövesselek? De az illetőnek valami célja van azzal, amikor azt arra kéri, hogy igenis kövessen őtet. A feljegyzések szerint nem találunk arról kifejezést, hogy a Lévi vámszedő valamit is kezdett volna beszélni, hogy esetleg azt mondhatta volna, hogy engedd, Uram, hogy átadjam a pénzt, amit összegyűjtöttem, mint vám, hogy átadjam valaki másnak. Ő nem gondolt erre, hanem a feljegyzések azt mondják, és úgy olvassuk, hogy mindent ott hagyott és követte Jézust. Mi lett ennek a következménye? Amikor az Úr Jézusra hallgatott és követni kezdte, a fiatal vámszedő azonnal engedett a hívásnak. Amint említettem, nem bocsátkozott, nem próbált magyarázatokat adni, hogy most még nem tudja követni, hanem egyszerűen előállt és követte az Úr Jézust. Nem mondta azt, hogy kell leadjam a pénzt, vagy kell ezt tegyem, vagy azt tegyem. Követte egyszerűen Jézust. Annak örömére, hogy a mennyei király fiát követheti, nagy lakomát szerzett. Honnan tudta ez az ember tulajdonképpen, hogy kit követ? A mennyei király fiát követi. Ha akkor abban a pillanatban csak a hallottak szerint próbálta követni az Úr Jézust, de később meg vagyok győződve, hogy az ő élete is bizonyította azt, hogy megértette és érdemesnek látta azt, hogy kövesse az Úr Jézust. Mit nyert ezzel, hogy ő hűségesen egyből elfogadta a hívást? Még az is fel van jegyezve, hogy egy más nevet kapott. Gondolom, tudjátok, hogy a tanítványok között, az Úr Jézus tanítványai között, a 12 között volt egy Máté nevezetű tanítvány. Ő volt az, akinek Jézus adott más nevet. Máté lett a neve. De ez idő alatt, amikor a lakomának folyamata van, egy különleges hír jön Jézushoz. És tudjátok, milyen hír? Halálhír. Valakinek a haláláról akarnak tudomást adni Jézusnak. A hangulatos vacsora idején belép valaki. Ki volt az, aki belép? Belépett. Jairus. A Lukás 8. fejezetének 41 és 42. versében a következőket olvashassuk. Erről a szeméről, aki belépett a 8. fejezet 41-től a 42. versig, szeretném, hogy elolvassuk. És imé eljöve egy ember, kinek Jairus vala a neve, ki a zsinagógának feje volt, és Jézus lábai előtt leesvén kéré őt, hogy menjen be az ő házában. Mert valanéki egy egyetlen leánya, mint egy 12 esztendős, és az halálán volt. Mikor pedig ő méne, a sokaság szorongatá őt. S ez idő alatt egy más csoda történik. És egy asszony, ki vérfolyásban volt 12 esztendőtől fogva, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani. Mit tett ez az asszony? Ha tovább folytassuk ezen eseményt és ezen dolgokat, mindenképpen volt neki valami, amivel rendelkezett. Az orvosok nem tudták őtet meggyógyítani, az orvosok nem tudtak segíteni, ha bár minden vagyonát rááldozta, hogy ő
egészséges legyen, de volt valamije. Mi volt? Mit gondoltok? Mivel rendelkezett? Hittel rendelkezett, köszönöm. Ez egy olyan ajándék volt Isten részéről, amellyel mit tett ez az asszony? Oda bátorkodott, és azt mondta, mit mondott? Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Van-e ilyen hitünk? Rendelkezünk-e ilyen hittel Jézus Krisztusban? Hogyha érinteni tudnánk testileg is, de érinteni tudjuk, higgyétek el, hogy a mi hitünk által Jézus Krisztust ma is megérinthessük. Ha hisszük azt, hogy ő a mi megváltunk, ő a mi üdvözítünk, egész biztos, hogy a mi hitünknek lehet eredménye. Lehet, hogy vagyunk, és olyanok vagyunk, akik nem testileg betegek, de lehetünk lelki betegek. És éppen úgy meg tudja az Úr Jézus gyógyítani a testi betegeket is hit által, és meg tudja gyógyítani a lelki betegeket is. Mindenki tudja az ő dolgát, úgy szólva, mindenki ismeri saját magát, amennyire ismerheti, de egy dolgot kell tudnunk, hogy Isten nem válogat, hogy neked adok hitet, és a másiknak nem. Aki kéri hittel, mert azt mondja az ő igéje által, aki kéri hittel, megadja néki a hitet. És még egy fontos dolog, amit meg szeretnék említeni, azt mondja, ha nem kételkedünk abban, hogy ő képes megajándékozni bennünket hittel. Az Úr Jézus ott hagyja a vacsorát, és folytatja az útját, kihez? A Jairus házához. Itt, amit elmondtam már, az történt, hogy ez idő alatt, amíg ők mennek a sokasággal együtt Jézus, megtörténik a csoda, hogy az asszony az ő hite által meggyógyul. A feljegyzések szerint ez egy olyan betegség volt, ami lehetett fertőző is, és a Mózes törvénye szerint tisztátalannak volt nyilvánítva. Az asszony annyira hitt Krisztus gyógyító hatalmában, hogy önmagában ezt mondhatta, ha csak érintem ruháját, meggyógyulok. A tolongó tömegben Jézus megérezte a hit érintését, az asszony azonnal meggyógyult. Ki vette észre hamarabb, hogy meggyógyult, az Úr Jézus, vagy pedig az asszony? Mit gondoltok? Ki vette hamarabb észre? Az asszony el akart bújni, igaz? Nem akarta tudni, hogy ő mit tett. Úgy látszik, hogy, és úgy nyilvánul ki, hogy az asszony tudta azt, hogy ő meggyógyult, hamarabb. De az Úr Jézus, mivel tudta, és észrevette, mit vett észre? Hogy isteni erő távozott el tőle. És ekkor szegény asszony nem volt hova elbújjon, hanem kellett jelenkezzen, hogy igenis én voltam az, aki az én hitem által hittem azt, és megérintettem a te ruháidat. Voltak a tanítványok között olyanok, akik mit mondtak neki az Úr Jézusnak. Hát ilyen sokan vannak, ennyire tolakodnak, egymást érik akik mennek, és még azt kérdett, hogy ki érintett? Itt nyilvánult meg, hogy tulajdonképpen a hit milyen munkát tudott véghez vinni ennek az asszonynak életében. Amint haladnak Jairus háza fele, egy küldött jelent meg. És a küldött mit jelent ki? Jairusnak mondja a lánya halálát. Hadd olvassuk el, hogy miképpen történt ez. A 8. fejezet Lukács evangéliumában a 49-től az 50. versig szeretném felolvasni. Mikor még a szó szájában vala, eljöve egy ember a zsinagóga fejének házától mondván néki, meghalt a leányod, ne fárazd a mestert.
Jézus pedig, mikor ezt hallotta, felele néki mondván, ne félj, csak higgy, és megtartatik. Jézus pedig, mikor ezt hallotta, ezt mondta, ne félj, csak higgy. Mire gondolhatott ez az ember? Talán észrevették a követők közül is azt a gyógyítást, ami végbe ment a vérfolyásos asszony életében. Talán éppen erre akarta felhívni az Úr Jézus a figyelmét a követőinek, hogy a hit mennyire fontos az ember részére, hogy higgye azt, amit szeretne, hogy megkapjon. Jairusnak is nagy hite volt az a feljegyzés, de a názáreti hitben való álhatatosságra buzdítja, és azt mondja az Úr Jézus, ne félj, csak higgy. És megtartatik. A hit és a szeretet elűzi a félelmet. Ha hited van, ha szereteted van, a félelmet elűzi. Jézus magához veszi a kedves kis imacsoportját. Kik voltak az imacsoportjában? Három személy volt. Péter, Jakab és János. Az 5. fejezet 37. verséből ezt olvassuk, hogy az 5 rész 37-38, hadd olvassam el, és ne próbáljam kimagyarázni, vagy másképp mondani, hanem olvassuk a tiszta ígét, amely a következőképpen hangzik. A 37. vers, és senki sem tölti, bocsánat. A Márk evangéliumához kell menjünk, az 5 rész 37-be, mert ott találjuk meg ezt az eseményt leírva. Márk evangéliumának 5. fejezetének 37. versét. Azonnal olvasom. Ez a 10, az 5. részhez kell eljussak, és a 37-től 38-ig. És senkinek sem engedé, hogy vele menjen, csak Péternek és Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. És méne a zsinagóga fejének házához, és látá a zűrzavart, a sok síránkozót és jajgatót. És bemenvén mondanékik, mit zavarogtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem alszik. És nevetik vala őt, ő pedig kiküldvén valamennyit maga mellé vevé a gyermeknek atyát és anyját, és a vele lévőket, és beméne oda, ahol a gyermek fekszik vala. Még a 39-et is szeretném elolvasni, vagyis már is olvastam. Tehát bement, ahol a kislány aludt. Az Úr Jézus úgy mondta, hogy alszik. Tudva volt, hogy a kislány meg van halva? Úgy tűnik, hogy tudva volt. Mert már hírt kapott menet közbe, és Jairus házához közeledve hallották a sírató asszonyokat, amit olvastam is már belőle. A rabik határozottan elrendelték a misna törvénykönyv által, hogy a legszegényebb ember is, ha felesége vagy valaki a családba meghal, 2 sípolót és 1 sírató asszony fogadjon. Nem tudom, miért volt ez a szokás, nem tudom szinte megérteni, hogy tulajdonképpen miért is volt ez a szokás. Miért kellett más sírjon? Miért nem tudtak sírni azok, akik az ő családtagjai voltak? De ahogy olvastam, egy határozott döntés volt erre vonatkozólag, hogy a legszegényebb ember is kellett valakit fogadjon. De amint olvassuk, a Jairus
házánál, mivel nem egy szegény ember volt, tehetős ember volt, házánál több sípoló és sírató asszony jajveszékelése, sírása volt hallgató. Mit jelentett ez? Mások érezték, hogy hiánya van az a személy, vagy hiányzik az a személy, aki meghalt? Nem, de a szülők kellett volna. Erre egy törvény kellett hozni az Izrael népe idejében, hogy igenis valaki kell, hogy tegye eztet, hogy sírjon, vagy sípoljon, vagy zenéljen, hogy észrevegyék, hogy valaki azért van ott, hogy neki az a feladata, hogy sírjon és keseregjen. A 12 éves lányka élete tavasszán halt meg. Mindenki sírt. Jézus hatalmával feltámasztja a leányt. Ha el akarjátok, elolvassassátok a többi verseket ezzel kapcsolatosan. Az Úr Jézus meggyógyítsa, vagyis feltámaszza a kislányt. De voltak, akik nem sírtak, hanem mit tettek. Feljegyzés szerint az van feljegyezve, a szkeptikusok iróniával nevettek. Ezeknek el kellett távozniuk. Ki távoztatta el ezeket? Ki távolította el? Jézus. Nem engedte, hogy ott legyenek közel a házon, a házba, hanem eltávolította. Miért? Mert hitetlenségük folyamán iróniával nevettek. Miért? A hitetlenség fejedelme nem lehetett ott, ahol Isten hatalma cselekszik. Sátán nem vehetett részt. Azok, akik nem hittek Jézus Krisztusban, azok nem lehettek ott, nem vehettek részt. Csak azok, akik elhitték, hogy Jézus megteszi a csodát, és hogy feltámasztotta a kislányt. Jézus miután együtt imádkoztak a tanítványokkal, mit tett Jézus? Leányka kezét fogva kiáltotta, Taliha kumi, kelj fel. Amint említettem, Jézus anyanyelve az arám nyelv volt. De volt még egy másik alkalom, amikor hangosan kiáltott Jézus. Másfajta szavakat használt, ami azt jelenti, ami feljegyzés volt, efatta taliha kum. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mikor hangzott el Jézus szavában ezek? Mikor történt ez? Hol volt és milyen helyen találtatott Jézus, amikor ezeket a szavakat mondta? És még egy másik szavat is használt, amikor kiejtette azt a szót, hogy elvégeztetett. Amint végigmentünk ezen eseményeken, ha megkérdeznélek, mit tanultunk? Mi lenne a tanulság ezekből, amit elmondtam itten? Úgy az én részemre, mint mindannyiunk részére. Elsősorban mire volna szükségünk? Legelső sorba meggyőződésem szerint a hitre volna szükség. És próbáljunk magunkba szállva megkérdezni, van-e elég hitem? Van-e elég meggyőződésem Jézusról? Tette az életetekbe valamilyen formán csodát? Hozott-e létre olyan körülménybe életeteket, vagy hozta-e olyan körülmények közé életeteket, amikor a hitre nagy szükségetek volt? Mert ő ajándékozott hitet mindannyiunk részére. De a kérdés az, hogy hogyan használjuk fel azt a hitet, amit ő adott mindannyiunk részére.
Csodálatos élmények ezek. És mégis számtalan ember volt az ő nyomdokába, aki az ő hitetlenségét mutatta be. Nem tudtak hinni, nem tudták elfogadni, hogy ő teljesen ember és teljesen Isten fia. És úgy jártak el vele szembe, hogy kinyilvánították, hogy nem tudják elfogadni. Ha ma megjelenne Jézus életünkbe, hinnék azt, hogy ő milyen jeleket tudna felmutatni a mi részünkre, hogy elhiggyük azt, hogy Jézus Krisztus. Mert rövidesen el fog jönni. A jövendőlések teljesedése, ha nap mint nap figyeljük, láthassuk azt, hogy mind közelebb és közelebb, mind több olyan események történnek, és olyan jelek bizonyítsák és mutassák meg, hogy az ő jövetele közel van, amit nap mint nap láthatunk. Ami meg volt jövendőlve, vannak olyan jelek, amelyek már megtörténtek, és látható bizonyítéka van annak. Amint a leckében is tanultunk, mit kellett az Úr Jézus tegyen, hogy ezeknek az embereknek, az a két tanítványa, aki tanítványának volt minősítve, hogy el tudja hinni, hogy kivel beszélgetnek. Mennyi időt kellett eltölteni? Talán úgy olvastam, hogy 3 óra hosszú távolság volt Jeruzsálemtől, meddig? Abba a városig, ahova haladott a két tanítvány. Volt idejük beszélgetni, nem? Volt ideje Jézusnak, hogy egész Mózestől elbeszélje egész végig az írásokat, és hiába mondta, és hiába beszélt. Ameddig nem látták meg az ő kezeit, és nem látták azt, hogy a kenyeret megáldja és megszegi, addig nem tudták elhinni. De amikor meglátták, akkor elhitték. A szomorúság és a gyász és a fájdalom felhő eloszlottak abban az időben. Jairus életbe látta továbbra is az ő lányát. Az asszony, aki vérfolyásba szenvedett, meggyógyult és egészségének örvendett. De voltak közöttük, akik, ahogy olvastam és mondtam, hogy kinevették Jézust. Ma is vannak olyan emberek, akik kinevetik, akik nem tudják elhinni Jézus Krisztust, akik nem tudják felfogni, hogy mit hozott az emberiség részére, vannak ma is. Higgyétek el, hogy nagyobb részben vannak. Sokszor elcsodálkozok, hogy szoktam úgy hallgatni egyes előadókat, akik nem 5-10, nem 20, hanem ezrek előtt áll, és elmondja mindazt, amit az ő hite, vagy az ő tanulmányai által megtanult, és az emberek hiszik, az emberek elfogadják. És az emberek hallgatva bólintanak, hogy igenis jól beszél ez a beszélnő. De ha Jézus jönne ma, és Jézus szólna hozzánk, ami megtörténhetik, mert a mi hitünk által Jézus közöttünk van. A mi hitünk által Jézus mellettünk áll, és nekünk is sokszor próbálja mondani, amit mondott még másoknak is. Mert Jézus jelenlétének mindenki örült. Ma is örül az, akinek van hite. Mert Jézus azt mondta abban az időben, és ma is ezt mondja, ne félj, csak higgy, mondta Jézus. Hallottad ezt a hangot valamikor? Voltál-e olyan körülmények között, amikor nem tudtad, hogy mi a tennivalót? Volt-e olyan alkalmad, amikor a könyörületes megváltóhoz járultál, és olyan imát mondtál, ami eredményt hozott hitednek,
hitted azt, hogy amiért imádkozol, a Jóisten kész megadni a te részedre. Észrevetted-e azt, hogy valamikor meglátogatja életedet hited által a mennyei király fia, Jézus Krisztus? Voltál-e olyan körülmények között, amikor mindezt megtapasztaltad? De ha nem történt meg életünkben mindez, hogy személyes tapasztalatunk legyen Jézus Krisztussal, akkor kérdezzük meg önmagunktól, kik vagyunk, kinek szolgálunk, és kit követünk. Mert attól függ a mi életünk, hogy kit fogadunk be a mi szívünkben. Az én imám és befejező szavaim, azt szeretném, hogy ez a sok prédikálás, amit szombatról szombatra elhallgatunk, az lenne az én imám, hogy valamikor jöjjön el az az idő, amikor hatást gyakorol életünkre. A múlt szombaton hallottuk, akik itt voltunk, hogy arról volt szó, és az volt a hangsúly, és azon volt a hangsúly, hogy mi a hiba az emberiség életében, hogy elaludtak. Hogy az alvás környékezi még az advent népet is. És ha ez így igaz, ameddig van lehetőség, kérjünk segítséget, hogy felébredjünk, látva az időknek komolyságát, és az ő jövetelének sürgős bekövetkezését, legyünk készen. Ez az én imám, hogy segítsen meg magunkba tekinteni, magunkba szállni és vizsgálni életünket, hogy engedjük, hogy elvégezze a megváltás munkáját életünkben. Segítsen meg az ő kegyelme és szeretete által. Amen.